13. alkalommal adják át a megyei prímadíjakat idén novemberben. A 10 jelölt közül 3-an vehetnek át elismerést, valamint egy külön díjat is kiosztanak. Vendégünk a stúdióban Comba Csaba, a VOSZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk egy kicsit ennek a díjkiosztónak a múltjáról. Ugye 13. alkalomról beszélünk. Milyen céllal, milyen szellemiséggel született ez a díj? Hát a megyei prímadíj, azt szoktuk mondani, az országos prima primissimának a kis testvére, vagy kisebbik testvére, ugye ez Demián Sándornak a hatalmas nagy műve, amit ránk hagyott örökségül, sajnos ő eltávozott közülünk. Ő javasolt a VOSZ elnökségnek ezelőtt 90-es évek végén, 2000-es évek elején, hogy vezessük be a prima primissimát, majd rá pár év múlva, 2-3 év múlva pedig, mivel az országos prima primissimára nem juthat be mindenki, és rengeteg tehetséges ember dolgozik különböző szakterületeken az egész országban, azt javasolt az elnökségnek, és egyet is értettünk, hogy minden megyében rendezzünk prima díjkiosztó gálákat. Milyen szempontok alapján jelölik a jelölteket? Hát ez a munkássága természetesen mindenkinek, hogy azon a szakterületen, ugye 10 kategóriánk van, ahol ő dolgozik, ahol művészként előadja a tehetségét, hogy így mondjam, ott mit tett le az asztalra? Csak ez a mérce, hogy milyen teljesítmény nyújtott, milyen magas színvonalon végezte a munkáját a sportban, az építészetben, az irodalomban, vagy bármelyik területen, a filmszínház, vagy a sajtó területén, és ennek alapján értékeljük az ő munkássága alapján a tevékenységét a jelölteknek minden évben. Kik azok, akik jelölnek? A jelölést azt több párhuzamos vonalon is csináljuk. Egyrészt a VOSZ elnöksége jelöl, másrészt bekérünk minden évben intézményektől javaslatokat, akik egyes szakterületre rálátnak, például a sport, például a kultúra, például az irodalom területén, vagy az építészet területére. Azon kívül van egy társadalmi kuratóriumunk, amely minden évben szintén javaslatot tesz, illetve ez a kuratórium végzi el aztán azt a nehéz feladatot, hogy a jelöltek közül ki legyen az a 10, aki majd most bekerül a, hát nevezzék idézőjelben, döntőbe, aki már a mostani pénteki ünnepségünkön a színpadon lesz. Mivel jár egy ilyen díj? A díj az megyei szinten 1 millió forint, tehát aki prima díjat kap, az 1 millió forint díjazásban részesül, és minden évben átadunk most már több évben külön díjat is, ez pedig nálunk 500 ezer forint. Lehetne két személynek is adni 200-250 ezer forintot, de úgy gondoljuk, hogy 500 ezeret adunk egy személynek, tehát végül is minden évben nálunk 4 díjazott van. És ezek megyére vonatkoznak. Ez a megyei díjazás, igen. Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, de van-e elegendő művész, aki letesz annyit az asztalra, hogy évről évre új jelöltek lehessenek? Ugye 10-et jelölnek minden évben, meg van még egy külön. Igen, hát mi is meglepődünk, hogy mennyi név merül fel. Nem ismerünk is mindig mindenkit, és aztán jönnek a javaslatok, akik meglepetésszerűen, számunkra is meglepetésszerűen hatalmas munkát végeztek a saját szakterületükön, kiemelkedő művészek, kiemelkedő sportolók, akiknek méltán lehet ezt a díjat odaadni, illetve minimum az, hogy jelölté váljanak, az is már egy elismerés, nagyon sokan meg is köszönték, hogy örültek annak, hogy csak jelöltek voltak. De a gyakorlatban az is benne van, hogy aki már egyszer volt jelölt, visszahozható ismét a újabb jelölésre. Itt is most a nevek között találunk ilyeneket az idei jelöltek között, akik már korábban voltak jelöltek, tehát nem kizárt az, aki nem kapott még prímadíjat, hogy rövidre fogjam, az ismét jelölhető a szabályzatunk szerint, tehát hozunk vissza mindig. De aki díjat már kapott, azokat már nem. Azokat lehet. Már nem. Azok is, akik már jelöltek voltak, főként akik már díjat kaptak, azokat is felszoktuk kérni, hogy tudnak-e a saját területükön újabb jelöltet állítani. Most is kaptunk jelölést ezektől a régebbi díjazottaktól. Milyen kategóriákat különböztetnek meg, és mit jelent a külön díj?
A kategória az gyakorlatilag az egy kötött, minden megyében mindenütt ugyanaz a kategória, tehát van a magyar irodalom, magyar színház és filmművészet, a magyar képzőművészet, a magyar tudomány, oktatás és köznevelés, építészet, építőművészet, a magyar sajtó, népművészet és közművelődés, zeneművészet és a sport, tehát ez a 10 kategória, amely minden megyében jelölteket állít. Mindenütt, én több ilyen rendezvényen voltam más megyében, és mindenütt, minden kategóriába állítanak jelöltet. És ezek közül sajnos, ami egy kicsit, hát, hogy mondjam, kellemetlenül is érint belénk, szeretném mindenkinek díjat adni, de hát erre nincsen lehetőségünk, csak gondolatban, ugyanis pénzügyi lehetőség nincsen, le van szabályozva, hogy 3 kategóriában lehet adni díjat, 1 millió forintot, illetve a külön díjat, vagy 250 000, vagy pedig 500 000 forintot egy személynek. És ilyenkor hogy dől az el? Mennyire esik ladba maga a kategória, illetve az a személy, akit jelöltek? Hát ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb, ugye, mert a társadalmi kuratórium, akit dönt, ebbe 13-an vagyunk, és hatalmas viták vannak, mindenkinek vannak elképzelései, hogy őt kit javasolna, és konszenzusra jutni, hogy most ebből a 10-ből, tehát az első körben a 10-et kiválasztani is elég nehéz, de a nehezebb az, hogy na most kikapjon díjat, mert aki már a 10-ben benne van, az végül is mindenki jogosult lehetne erre a díjra. Tehát minden kategóriából egy jelölt marad állva. Végül is mindig egy, minden kategóriából. Most is volt olyan kategória, ahol 4 jelöltünk volt, na most abból egyet kiválasztani, hát akkor elvitatkozhatunk. Már az sem egyszerű. Igen. Egy-két körben elvitatkozgatunk, míg végül egy konszenzus van, na akkor megvannak a jelöltek, akkor már egy kicsit nyugodtabb a helyzet, és jön a nehezebb része, hogy kikapjanak díjat. Hát most akkor az egy sportoló legyen, vagy egy pontosan, tudományos munkát végző tehát személy? Nem lehet összehasonlítani a kategóriákban. Az almát a körtében. Így pontosan az almát a körtében, nagyon jól teszik mondani. Nem lehet összehasonlítani egyes szakterületeket, vagy területeket, hogy nem ugyanazt a tevékenység, nem ugyanazt a munkát, nem azt a művészeti ágat űzik, vagy építészetben, vagy a sportban, tehát egészen más területen dolgoznak, és így ez egy nagyon nagy nehézséget okoz. Hát nagyon sokszor ilyen késhegyre menő viták vannak, majdnem, azért oda nem jutunk el, amíg végül konszenzus lesz, és kiválasztjuk azokat, akik végül díjat fognak kapni. Az elmúlt 13 évre visszamenőleg lehet azt észlelni, hogy melyik kategória az, amelyik jobban felszínre kerül? Hát próbálunk egy egy elvünk, hogy legyen valamilyen egyensúly. Tehát ne legyen az, hogy egyik kategória mondjuk minden évben, vagy 3 évben keresztül átunk díjat, és a több másikban meg 10 évig sem, vagy 5 évig sem adunk át. Ilyet nem csinálunk, tehát ez is egy másik, szóval nagyon fontos szempont a bírálóbizottság részére, hogy na akkor jövő, tavaly, hogyha volt ez be a kategória, akkor jövő lehetőleg abban már ne adjunk ki. Volt, bár előfordult már ez is, azt hiszem egyszer, hogy egy-két évben egymástán ugyanabban a kategóriában díjat kaptak, de ezt szeretnénk, ezt az egyensúlyt valahogy fenntartani a továbbiakban is, hogy minden kategóriában azért legyenek díjazottak. Ha esetleg most nem tudunk valakit díjazni abban a kategóriában, de nagyon méltónak tartunk arra, hogy ő díjazott legyen, akkor esetleg majd jövőre ismét visszahívjuk, vagy 2 év múlva visszahívjuk, és akkor majd díjat tudunk neki adni. Milyen hagyománya van magának a díjkiosztó gálának? Hát a díjkiosztó gála az mindig a megyeházában. A megyei önkormányzat ezzel járul hozzá a rendezvény támogatásához az első pillanattól. Tehát mi mindig hagyományosan a megyeházán rendezzük, egyébként is ez egy megyei rendezvény. Úgy gondoljuk és úgy érezzük, és olyan visszajelzések jöttek, hogy ez a megye társadalom értében már egy nagyon fontos rendezvény, már többször kérdik évközben is, hogy lesz Prima, és akkor mondjuk, hogy lesz Prima. Tehát kinőtte magát egy olyan rangos eseményé, amely méltán a megye társadalmában egy nagyon komoly és szép színvonalas helyet foglal el. Az idén ez gondolom hasonlóképpen fog történni. Hát reméljük, a program is már összeállt, mindig ugye nem csak a simán a díjkosztás zajlik le, hanem bemutatjuk a jelölteket, műsorok is van, fellépő művészek, akik színesebbé teszik ezt az estet, és még annyit el kell mondanunk, hogy összekötjük azzal is, hogy a vállalkozóknak is adunk át díjat ezen a rendezvényen, megyei szinten megyei vállalkozóknak, évvállalkozó díjat, most 7 díjazottunk lesz. Ebben az évben először kiemelkedő társadalmi tevékenység is fogunk átadni díjat, és itt bemutatjuk azt a 2 vállalkozót is, aki majd Budapesten az országos szintű évvállalkozó díjat veszi majd át a MIPÁ-ba december
harmadikán, negyedikén, nem tudom pontosan, mikor lesz ez a rendezvény, azok is itt bemutatásra kerülnek minden évben. Elnök úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és örömmel számolunk majd be a díjazottakról. Köszönöm a meghívást.